Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, igazából szerintem több helyzetünk volt nekünk, amikor egyenlített a Vasas, de akkor se zuhantunk meg, úgyhogy igazából szerintem megérdemelten nyertünk, örülök, hogy végre megszakadt a Vasas elleni rossz sorozat is. Negatívan nem gondoltunk rá, tehát nem féltünk a Vasastól, az bennünk volt, hogy végre jó lenne őket megverni, és készültünk rá, talán még nagyobb motivációval, de szerencsére tényleg sikerült nyerni első mérkőzést, úgyhogy pozitívan kezdtük a tavaszi szezont. De hogy látod a Vasas gólját onnan a kapuból? Vétető lett volna? Vétető lett volna, igen. De azért volt nehéz, mert hogy becsúszott a csatár, nem tudtam melyik oldalra rúgja, én futottam át, abból lefékeztem, abból újra elindulni, az nehéz. Úgyhogy nem értem el rendesen, hogy kiszedjem, remélem, közel sikerül védeni. De a mester is említett, hogy hosszabb lett a kispadotok a télen, és nem csak az új igazolások, hanem hát visszajöttek a sérültek is. Milyen volt a felkészülés, nyugodtabban várjátok-e így a tavaszi szezon, hogy nagyobb a merítési lehetőség a cserékben? Persze, akik jöttek játékosok, azok tényleg egyből beilleszkedtek a csapatban, mindenki erősítés, úgyhogy kellett a vérfrissítés, szerintem jól sikerült, úgyhogy majd a tavasz meg fogja mondani, hogy ez tényleg így van. Jövő héten jön a Honvéd, mint persze attól a meccstől, ha lesz egyáltalán, és a hó nem szól közbe. Igen, a Bozsik stadion mindig nehéz játszani, úgyhogy kíváncsi leszek majd, hogy milyen a pálya, főleg, hogy hétközben kupameccs is lesz. Nem lesz egyszerű, az biztos, de győzni megyünk mindenféleképpen.